Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, 40 napja Urunk születésének öröm ünnepét ültük. Most van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, voltak éppen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott szintén a Szentlélektől megvilágosítva fölismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtött egybe. Vonuljunk majd Isten házába, és járuljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele, és felismerjük a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön. Könyörögjünk! Istenünk, Te vagy minden világosság kútfeje. Mai napon megmutattad az igaz lelkű Simeonnak a világ világosságát. Alázatosan kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Alázatosan kérünk, fogadd kegyesen hívő népedet, amely neved dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljunk színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra, Krisztus, a mi Urunk által.
adjuk egymásnak a fény. Keresztet követve, induljunk békességgel, hogy találkozzunk az Úrral. Mai szentmisét elhunyt nagyszülők lelki üdvéért fogom bemutatni. És még csak egy benyomás. Kicsik is, nagyok is. Most olyanok vagyunk, akik ezt a
épületünket, ezt a templomunkat valóban egy élő kövekként lakjuk be itt a szentélyben is. Ezek a gyertyák mindig az életet jelképezik. Nyilván hamarosan el fogjuk fújni a lángot, de hogy a hit lángja keresztségünktől kezdve kell, hogy ott lobogjon a szívünkben, egészen addig, amíg meg nem halunk. És így meghalni, az meg mindig öröm és boldogság. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Most elfújva a gyertyalángot, ki találja meg a helyét a padokban, és aztán majd az ige liturgiája, az olvasmányok következnek. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtte halad majd igazságod, és az írt dicsőség, az Úr dicsősége lesz a kísérőd. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel, ime itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjamutogást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jól lakottad az elnyomottat, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Ez az Isten igéje.
Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Gyöngességem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka arra rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Isten hozott mindenkit. Itt tolnán számunkra a liturgia február 2-ától indult el. Gyertyákat szenteltünk, és így töltöttük meg a szentélyt égő gyertyával a kezünkben. Könyörgések, olvasmányok benne az evangélium, aztán a mai vasárnaphoz érkezett meg. És csak zárójelbe mondom, hogy azok, akik pénteken, napos napján, Szent Balázs püspök vértanúnak az emléknapján nem tudtak itt lenni, azok majd Balázs áldásban is részesülnek a mise végén. Folytatódik a Jézus hegyi beszéde. 8 boldogság után Jézus ma a küldetésünkről szól. Mit jelent kereszténynek lenni a világban? Egy olyan világban is, ami egyáltalán nem keresi, nem követi az Istent. Időnként
ahogy istentelen, annyiban embertelen világban. És talán már a 8 boldogság hallatán is múlt vasárnap éreztük magunkban, hogy valójában mi egy egyszerű, szegény emberek vagyunk, kevesek a ránk bízott feladatokhoz képest, és nem csak, hogy kicsik vagyunk, hanem, ahogy éppen Izaiás próféta fogalmazott az olvasmányban, bizony-bizony adódik az is, hogy sötétség és homály lakozik bennünk. Vagy ahogy Szent Pál mondta a Szentleckében, gyöngeségünk tudatában élünk. Hogyan lehetnénk így só, meg világosság? Ugyanis Jézus a keresztény ember küldetését a világban sógnak, meg világosságnak mondja ki képszerűleg. Mindenféle korlátunk ellenére. Mégis Jézus azt hangsúlyozza, hogy szegény, egyszerű emberekként is mi só és világosság lehetünk ennek a világnak. Nyilván nem magunktól válunk azzá, hanem csak is akkor, hogyha Jézussal, az isteni mesterünkkel vagyunk egységben. Sóról hadd szóljak egy picit. A só ízt ad az ételnek. Na de nem merőkannálnyi sóról szoktunk beszélni, amikor ízesítünk. Mert így ehetetlenné válik az étel. Egy kevés kell legendő belőle, hogy ízt adjunk. Így elegendő, ha nyitott szívvel, jósággal, szeretettel vagyunk a többiek felé. Aztán só, ha már bele van vegyítve az ételbe, láthatatlan. Nem lehet rámutatni. Nem lehet már külön választani. Elkeveredett az ételben. Mi keresztények is benne élünk a társadalmunkban. Ugyanúgy öltözködünk. Ugyanúgy dolgozunk. Ugyanolyan ételeket eszünk, mint a többiek. Mégis megtapasztalható a jelenlétünk, ha szeretünk. És ezen a utolsó feltételes mondat részen van itt a hangsúly. Ha szeretünk. Ha gyakoroljuk az irgalmasság azon tetteit, amiről Izaiás próféta az olvasmányban bővebben is beszél, kezdve azzal, oszd meg az éhezővel a kenyeredet. És akkor olvassuk el még, hogy mi állt az első olvasmányban. Jézus szájából aztán az is elhangzik, hogy ha a só ízét veszti, nem való egyébre, mint hogy kidobják, és az emberek eltapossák. Mit jelent ez? Azt, hogy a só, az legyen sós. Ez a dolga. A keresztény ember pedig maradjon krisztusi ember. Ez a dolgunk. Mindenki maradjon tehát a helyén, a megfelelő helyén.
keresztényként keresztény legyek. És mind a só, mind a világosság hétköznapi anyagok, olyan dolgok, amivel nem csak vasárnap, nem csak ünnepeken találkozunk, a minden napok világában. A keresztény ember is így legyen jelen. Mindennapi életünkben, ízt adva, fényt adva, éppen a többieknek, szeretetünk által. Ebben az egyszerűségben leszünk jelekké és küldöttekké, akiket Jézus küld ma ebbe a világba. Hiszek egy Istenben. Kérjük Istentől az irgalmas lelkület ajándékát, amely kedvessé tesz minket mennyei atyánk előtt. Engedd, Urunk, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Kérjük téged. Add, hogy egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Kérjük téged. Add, hogy az országok vezetői mindenütt felelősségtudattal gondoskodjanak a rájuk bízottakról. Kérjük téged. Add, hogy a mindenkivel jót tevő Krisztust követve segítsünk a rászorulókon. Kérjük téged. Add, hogy a kereszt áldozat kegyelmeiből erőt merítsünk életünkben és halálunkban. Kérjük téged. Mennyei atyánk, te azt akartad, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. Add kegyelmedet, hogy az irgalmas ember szeretet gyakorlásával betölthessük keresztény küldetésünket. Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezed. Ezt cselekedjétek,
az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hitelvalljuk föltámadásodat, amíg el nem ülsz. Ezért fiatalában, és föltámadásának emlékében nem beltel. Fölajánljuk neked is az élet kenyerét, és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, közöttünk elhunyt nagyszülőkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színe látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolokkal, Szent II. János Pál pápával, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítettel osztalunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Tegnap esti élményemet hadd hozzam meg. Misére készülve elment a villany. És igazából egész mise alatt úgy voltunk, hogy csak ez a négy gyertya égen az oltáron. Ott már ellenlátával világítottunk. Amikor megjöttünk áldozni meg a Balázs áldásra, akkor meg az én mobiltelefonokon is van ellenlátával, ahol világítottuk, hogy nehogy elessen valaki is. Mikrofon sem volt, és kicsit itt ültünk, orgona sem működött, a kapella énekeltünk. Bíztam benne, hogy senki nem fog félni ebben a egyre sötétebben, mert 5 óra után aztán besötétünk egészen a templom is. Ennek a világnak kell fény, és kell az íz. Hadd idézzem Jézust. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világvilágosság. Ennek a tudatában így imádkozom. Amint a mennyben, úgy a földön is, minden napig.
add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmunkból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaimnak, békességet hagyunk rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzen, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki érzés uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek minden. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymásra. Legyen békesség köztünk.
Istenünk, egy kenyérből adtál nekünk, és egy kehelyből adtál nekünk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségét. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Hétfőn, kedden, szerdán, és rendhagyó módon pénteken is reggel 7 órakor lesz szentmise. Holnap élő és elmúlt családtagokért, kedden Bambek Ferenc lelkiüdvéért. Szombaton 4:30-tól gyóntatott, előesti szentmisét elmúlt nevelő abban, és élő családtagokért imádkozzunk. Jövő vasárnap kis és a pesti család élő és elmúlt tagjaiért imádkozunk. Mindenek előtt megköszönöm, akik itt voltak és tegnap. Azt gondoltam, ebben a viharban senki nem lesz majd. És azt gondolom, hogy imádkozzunk. Most, hogy mentem Mörzsre is, többfelé látni, hogy munkás emberek dolgoznak házakon, udvarokban, mi egyéb helyeken, sok-sok kábel helyileg is, tolnán, meg mindenfelé. Bajba jutottak számára is. Kérjük, hogy fogjon össze az ország. Férfi találkozó lesz püspök atyával február 17-én, pénteken 6 órától, Szexáron megyeház a dísztermében. Mostani téma majd kudarcok és sikerek lesznek. Közösen is mehetünk egy autóval, én 17:30-kor fogok majd indulni innen a templomtól. Aztán egy örömhír, Ferenc pápa új segédpüspököt nevezett ki. Budapesti Esztergomi Főegyház megyében, Martos Levente Balázs atya személyében, és tényszerűen Balázs napon jött ez a kinevezés számára. Fiatal pap, én személyesen még nem találkoztam vele, talán 73-as születésű, biblikus, és az írásait viszont olvasom, mindig megérintettek, úgyhogy örüljünk a egyház örömében ekként. Szent Háromság szobor felújítására továbbra is gyűjtünk adományokat, akik adtak, köszönjük. Most a misevégi áldást követve azok, akik napos napon pénteken nem részesültek, vagy tegnap a Balázs áldásban, majd kérem, hogy jöjjenek előre kettes oszlopban, és egyik oszlopnál magam adom az áldást, másik oszlopnál pedig Laci fogja adni ezt a Balázs áldást. Avval kívánok szép vasárnapot, meg szép jövő hetet, hogy nem kell, nem tudom milyen dolgokra gondolni, hogy hogy legyek keresztény, hogy nem. Egyszerűen, mint a só, mint a fény, adva magamat, szeretve a többieket. Ennyi. Ilyen egyszerű.